Üdvözlete! Sziasztok! Nos, na. Kicsit szorgoskodtunk felételen kívül, encsatoltunk egy csomó szart, fejlődött egy darabot. Nem, kettőt, de mindegy, kettőt. Jó, akkor kettőt. Így vagyunk 70 valamennyisek, illetve Tolfdirtól tanultunk altert. Ötöt. És most ebben a részben, mivel befejeztük az összes eddigi projektünket, ezért elkezdhetünk valami újat, például mi erre gondoltunk, Find the Eight Dragon Priest Masks. Hogy egyből egyet most kiválasztunk. Mondjuk azt, ami a legközelebb van. De előbb nem veszünk fel valami Companion-t? Valahonnan? Már az azért csak jó lenne. Mondjuk Asgard-ot. Hát ne őt. Hát ő már unalmas. Jobb hián, ideiglenesen, amíg megírják. Nem jó. Akkor Brynjene, az meg balfasz. Hát nem tudom, lehet, hogy a modok miatt már jobb. Brynjene, mi olyan? Annak könnyű a küldetése, csak várni kell. Ez az. Megcsináljuk őt. Van. Vagy esetleg... Legyen ő majd... Hát most mondjuk ő is unalmas, mert ő meg az én kompetenőm. Ő meg mágus, tehát ő nem oda menő, és ő nem tudja lefoglalni. Na mindegy, meg elviszik most őt, mert itt vagyunk. Aztán majd, ha megjönnek a kommentek a előző rész alá, ugye ott kérdeztem, hogy kit hozzunk meg, akkor majd elvisszük. Azt. A Companionsből is lehet hozni embereket. Amúgy tényleg legyen a Companionsből valaki. Hagyjad ezt a picsát, menjünk át a... Jó. Jó izébe. Hát mennyit variálunk ezzel olyan? Hát csak nem, mert tényleg, mert harcos Companion kell nekünk, jó. Mert az megy oda tényleg. Igen. A közelharcba. Hát akkor legyen úgy. Akkor megyünk. Ha egyáltalán lehet, mert nem is tudom, hogy... Companionsből simán fel lehet venni valakit. De nem tudom, hol tartunk az ő küldetésükkel. Hát kész van. Kész van. Igen. Ugye? Hát remélem. Igen, kész van. Úristen. Van baj. Jó. Tehát, mondjuk azt a nyilas csajt, Éla. Hát de pont nem a nyilas kell, pont ezt mondom, hogy közel harci jó, kell. Van akkor, akit lehet, maradjunk ennyiben. Takarítónő. Én tudok egy jót. A... Ő? Nem. De mondjuk ez is, igen. Na gyere jó, velem. Jó, legyen ő, kipróbáljuk. Na, te még nem voltál, gyere velem. Hát majd összebarátkozunk, majd elmondom úgy közben, hogy mi lesz a feladatod. Aztán majd megszerettetlek mindenkivel. De ez viszont meg tud halni, mert nem kulcs karakter. Ja. Na nézzük, válasszunk egy Dragon Priestet. Figyelj, rámutatás módján szintem. Ez ott van egy közel. Ez vesz... Föl, az. Az? Aha. Okay, könnyű fast travelezni. Northwatch Keephez elmegyünk, és legyen az. De ez nem amúgy a... Van egy hely, ami egyben sárkány és egy Dragon Priest is. Ja, van olyan, az a Shearpoint. Az nem ez? Nem tudom. Most melyik? Na várjál, rakokod. Az nem, mert az nem volt ilyen talpas. Nem. Ja, akkor ahhoz megyünk, ami nem talpas. Jó, menjünk ahhoz. Mert szerintem az. És ez szerintem Shearpoint lesz. Közben tele van izével, cave-ekkel a hely. Ja, nézd meg, három van a térképen. Na, amíg sétálgatunk... Pajzsos a Companion-ünk. Oh, fuck sake. Nem, az jó. Olyan még nem volt, azt ki kell próbálni. Most ilyen? Mit csinálsz? Próbálok valami emberi utat találni felfelé, ami eddig nem sikerült. Mert szar helyre teleportáltam, az az igazság. Ti ki a szarok vagy? Nem, ezek vadászok. Az izére ízélnek. Az izére ízélnek? Biztos? A szarvasra nyilaznak éppen. Elkapnak! Nem menekülsz! Inkább még. Figyelj, annyira imádok ezekkel szórakozni, engedd meg! De ezek nehezek. Engedd meg, légy szíves. És három van belőle. Figyelj! Hadd szórakozzak már velük egy kicsit. Elkapnak! Aj, nem menekülsz! Aj, oké. De köcsög vagy. Aj, hadd menjek oda! Aj, ha egyszer oda érek, megbánod. Tök sokat sebeznek, azt vágod? Aj, de ez nagyon vicces. Hát nem tudom, szerintem nem. Jó, lehet, hogy szemét vagyok, de ez akkor is vicces. Na, szerintem, ha engem kérdezel, ez egy barlang, ilyen átjáró. De hát, nem tudom. A franc tudja. Mindegy, ne azzal, ott egy vár a hegy tetején. Ja, az fel van fedezve. Igen. Te kik vagytok már megírni? Tálod, mióta lett ilyen Dangard? Mi az? Ezek Dangardosok. Itt járőröznek, vagy nem tudom. Na mindegy. Szóval nagyon...
nem ezt akarom. Nagyon elfoglalt lett. Vagy... Nem tudom, mindegy, hagyjuk. Nem beszélek. Mondj valami sztorit. Nem jó, nem jó irányba mész, szerintem. Úristen! De jó lesz az. Egyszer majd. One handed 93. Ez gyorsan ment. Hát igen, nem szarozok. Mm. Hallod? Már oda kellett volna érnünk. Nézd meg a térképet. Szerintem rossz helyre mentél teljesen. Oh! Na várjál. Akkor menj a dungeonhöz, fast travelhöz. De az is a hegy alján van. Ez Volskige. Volskige már de volt ne, egy. De nem... Valami nem stimmel. Volskige az... Az a helynek a neve. Na mindegy. Mindegy. Nézd meg a térképet, hogy merre kell. Várjál, rakok ide akkor egy zöldet is mellé. Úgy, és akkor a zöld irányába kell menni. Jó. Az pedig merre van? Arra. Arra, igen. Igen. És akkor az lesz az. És akkor a Volskigét csak felfedeztük, de nem mentünk be? Igen. Valószínűleg ez lesz a probléma. Pedig ez Dragon Priest-es hely. Mikor? Nem is emlékszem rá, hogy ezt felfedeztünk hát, volna. Hát, ez akármikor lehetett. De mondjuk 63. Vigyázz! Hehehehe! Ráérek, nyugodtan. De ez nem fog elmúlni, szerintem. De. De. Mert én ilyen paraszt vagyok, és átjövök oda, ahol nem kéne. Oké, Ó, ez jó jön. És ennyi? Hát ez ennyi, hát nem itt van a bejárat. Akkor miért volt csapda? Hát hogy azt higgyed, hogy úristen. És itt már vannak pirosak. Hallod, ez nem is jó. De jó, nyugi van, csak elcseszted. Fent van... Várjál, ez most már... Szintem fent van a bejárat. Komolyan. És mik ezek a sok pöttyök? Itt van! Igen. Ez egy teljesen másik hely volt. Bandit, mit kerestek ti itt? Próbálj Black Soul-t szerezni. Ez szintem már van. Hát nem ez? Három. Így. Ez hülye. Hülye, áh, gyerekek. És tényleg. Bányászol, fiam, mit csinálsz? Orvos mikor látott? Ez jó volt, gyerekek. Oké, nem baj. Csak nekünk egyszerűbb a dolgunk. Mit keresnek itt banditok amúgy? Egy... Hát egy azok mindenhol dungeon-en. Vannak. A hátulról cseszgetnek. Jó, cseszgetsenek. Én most bemegyek. Nekem aztán oly mindegy. Aha. Ez miért ilyen világos? Mert ég a tűz. Hirtelen világos. Oké. Okay. Ezt a fogalmat most vezettem be. És tök sok FPS-en van ide bent. Figyelj csak, flash-elj egyet. Aha. És tegyél le izét. Dragon Priest-et. Ami nincsen, én kíváncsi vagyok, mi történik, ha erre rálépek. Hát mi történne? Ez agyamba szarint 8 darab láncsa. Hát mi lenne? De még... És tényleg. Jó. Oké. Okay. Egy rejtély ki van derítve. Hol a csávó? Majd jön. Leállt a banditokkal, gondolom. Odakint. Oh, for fuck's sakes, man. De mondom, hogy izéljél már. Flash. Ja, flash, hogy ne, igen. Itt vagyok. Ecsém. Oké, ka. Jújújú. Na, ennyit a jó FPS-ről. Most miért van amúgy kettő nyíl? Csak kérdem. Ja, mert az egyik a hát, többi, a másik meg a nem többi, hanem az izé. Ami benn van, igen. Hallod, ennek ilyen láncszintje van, igen, vagy mi ez? Ja. Jól látod a helyzetet. És elég, hát nem mondom, hogy kemény, de azért na. Hát ez nem kemény, ez semmi. Főleg azért, mert ugye a pajzsosok szoktak könnyűek ja. lenni egyébként. Mert azok nem sebeznek, csak védekeznek. De sajtszal, hogy védekeznek, nagyon idegesítenek, mert... Jó, de legalább keveset sebeznek, mert nem azzal vannak elfoglalva, hogy üssenek, hanem yeah. hogy izé. Mindegy. Szóval töltsél föl egy... Töltsd föl a mace-t. Aha. És utána... Mert mivel itt úgyis banditek vannak, ezért lehet Black Soul-t szerezni. A Black Star-ral? Hát nyalván. Oké. Okay. És akkor elő is veszek egy ilyet. Hogy jó legyen. És jön egy outlaw, úgyhogy pont jó. Bring out the outlaw. Oh, come on. Látod, nem kell egyből ellőni a nyilat, ahogy kihúztad. Próbálj meg okosan.
ez most annyira... Igen, erre, ezt akartam. Nem értem, mondani. Hogy mit akartál ezzel. Mert le akartam őket fújszorodázni, és azt reméltem, hogy ezzel az ütéssel nem fog megölni, de megölsz. Ezt nem, ezt nagyon nem értettem, hogy ez miért volt jó, mindegy. Nem számít. Viszont akkor most ezt megjátszhatjuk még egyszer. És most már jól. Mert itt lesz egy balfarok. De akkor vigyázz, mert ketten jön. Eltalálni mondjuk nem tudnak. Én se őket. Színvonalas ez a csata, bazeg, hát nem igaz. De te arra harcol, arra koncentrálj már, ami de kicsi téged... az élete. Húzzál már. Másikat lőd már le, nem igaz. Háromból semmi, hát ezt nem hiszem el. Lőd már le azt a hülye picsát. Ne a bandit tagot, a sima banditet. Lelassultam. Mert fagyoznak. Vedd elő a nyilat. És a hátsó picsát lőd már le a francba. Na végre. Ja, Istenem. A játék se bírja, hogy játszom, nézd meg. Mindeközben megjött a másik. Na, hát beszarod. Ez az a ez tipikusan olyan csata volt. Na mentsél egyet. Úristen, jó. Fú, de nehéz volt. Két darab bandit. Anyám, barogas. Ez jó volt. Ezt nekem tetszett. De jó, örülök, hogy jól szórakozol. Csak... Nagyon jól szórakozok. Az biztos. Na, hol volt a chest? Ott. Jaj, ez még te is. Még tök messze vagyunk. Dehogy is. Hát dehogy nem, ez már volt. Tudom, hogy volt. Na, visszajutottél? Hogy lehet az? Most legalább itt van ez a szerencsétlen, amúgy aki teljesen balfarok. Na. Jó, nekem nem tetszik ez a companion balfasz. Nem biztos, hát nem hagyod harcolni. Meg ez akkor jó, amikor nyilazol. Mert akkor oda megy közelre. Ja. Akkor most mentek még egyet. És most jön az a kettő szar. De most már nem kell nem kell soul trappelni. Úgyhogy azt csinálsz, amit akarsz. Meg hol flash-eljél. A térlátása... Hát, ezek se álltak sorba kétszer részért. A térlátása annyira nem jó ezeknek. Okay. Úristen! Na, hát ez nem igaz. Ez headbanger, elég ja. Keményen. Nézzük, ez a company csak védekezik, nem csinál semmit. Itt van a Pillars of the Voice, ezt jól lehet volna elolvasni, hogy nem hát ha adott valami tippet. Azt is elkezdhetnénk csinálni. Az Acolyte of the Voice nevű küldit, biztos ahhoz kapcsolódik ez is. Na most akkor... Téged, most itt van a vizsga, menj be! Hát öli őket valamennyire. Na, nyilván, hát csúnya lenne, ha állna és izé... Vigyázz, mert most fog megölni! Mindenki megy, nem érdekel, ki companion és ki nem. Ti most mentek. Amúgy mikor jönnek... Fél életét levetted, amíg állt. Ja. Vagy amíg feküdt. Amúgy, hoppá. Nézed már, ez ork. Tényleg, szóval még ki... az is. Ja, Dragon Priest tud feléleszteni, oké. Okay. Hoppá. Lockpicking 43. Szinte fantasztikus. És itt semmi más. Az ott bent valami egyértelműen. Igen. Ne szólj egy szót se, könnyen. Én nem szóltam. Színvonalas ez a mai rész. Na, azért. Még egy lockpicking. A secret. Hát nagy secret volt, de tényleg, tehát be van zárva egy kurva nagy rács mögé a kar, és ki is van világítva, na mindegy. Ez ilyen Zelda. Mi a Zelda hang, amikor felfedezel valamit? Fasz. Na mindegy. Várja, nem, mit csinál? Hát, Kriszti, mit csinálok? Haladok. Hát de innen jöttél. Nem innen jöttem, Nandi. Az csak egy extra hely volt. Erre kell menni. És itt már lehet, hogy lesznek drogerök.
Vagy senki, az is lehet. Hát, de tényleg drogörök vannak. Na, még egy secret vagy? Na, Marauder. Bandit Marauder. Meg hátul is egy köcsög. See you later! Ne állj fel! Amíg egy kicsit meg nem dolgozlak. Így, mi? Hallod, láttad? Ez healert? Persze, nagyon mert picit. Amikor kicsi az életük, akkor mindig megy fölfele egy picit. Joink, joink. És hát itt semmi van. Nincs. Itt van egy ilyen terem. Ezeket a szarokat nem lootolom ki. Ja, te vagy még itt vagy? Oké. Okay. Hát igen. Hát ez is egy ilyen... Úristen! Na! Anyát! Olyat kapott, hogy felrepült az égbe az izé. Wrecked. Wrecked. Get wrecked. Az biztos. Na, szerintem átlépek ezen az ajtón, és utána jönnek a drógerek. Igen, mert itt már halott banditek vannak. És ott egy csapda. Látom. Amire ráléptél. Pedig én próbáltam ugrani, hogy az ilyen urnákat nem lootolom, mert unalmasak és idegesítőek. Mondjuk most pont nincs pénzünk. Hát nem baj, ez összejön. Mert Tolkiennál 5-öt tanultunk. Ja, erre emlékszem, ez egy puzzle. Ja igen, igen, ez könnyű, csak el kell olvasni a könyvet. Hol a könyv? Izé előtt az oszlopon. Nem, az ajtó előtti oszlopon. Ja, igen. Na. Azt kell, a jobb oldali oldalt kell nézni. Tehát ugye négy állat van, amiket sorrendben kell megnyomni. Tehát ugye az első mindenkitől fél, a második semkitől. A harmadik azt teszik, amit éppen talál, vagy amit éppen tud. És az, de a harmadik az elsőt eszi. De főleg igen. Az elsőt. És a és negyedik, a más, és negyedik a másodiktól fél, de csak ha egyedül van. Ó, bazd meg. Oké, tehát akkor az első, melyik az első? Hát ezt kéne elolvasni. De mármint melyik számít, ez az első, vagy az nem, az első? Nem, a sorrendben az első, tehát azt nyomod meg. Ja, érted. Mi nem fél semmitől? Farkas, kígyó, medve. Nem. Az a második, ami nem fél semmitől. Az első mindenkitől fél. Nem? Olvassuk el még egyszer. Most csak az első kettőre figyeljünk oda. Az első, az első mindenkitől fél. Az, ez, az a róka lehet, ja. Igen. És nézzük meg, hogy kigyullad-e a fény. Nem, akkor nem jó. Akkor a kígyó az, aki mindenkitől fél. És kijött igen, valami. Ilyenkor kijön egy ellenfél. Nem, nem az kell, ilyenkor az nem jó. Az a jó, ha kigyullad a fákja a tetején. Okéka. Érted? Akkor kígyó. Akkor kígyó. És nézzük meg, hogy ki... Igen, igen. Ott kialudt a tűz. Oké, második, a második senkitől az a medve. Fény megvan. És akkor van még a farkas, meg a... De azt mondja, hogy mindent megeszik. És főleg az elsőt. Tehát mindent megeszik, és kígyót is. Hát, mi van itt? Mi? Róka? Vagy farkas? Ez a kettő maradt. Nem tudom. Várjál, még egyszer a könyvet. Jó. A harmadik... Azt szerintem... Az főleg kígyót akar enni. Hát de melyik az az állat, ami... Szerintem az... A farkas az utolsó, tehát most jön a róka. Igen? Igen. Igen, Istennek. Igen. Mert azt írta a könyv, hogy az utolsó, az fél a medvétől, de csak ha egyedül van. Tehát az a meg a farkas, aha, ugye egyértelmű. Jó. És így kinyílt az ajtó. Oké. Okay. Egy kis biológia. Ja. Egyébként ez a legjobb logikai játék szerintem, ja, ami itt a Skyrimban van. Ez nagyon jó kis rejtvény. Ja, és akkor most kezdődnek majd a... fejből, hogy van. Na mindegy, most már megvan. Most jönnek majd a drógörök szerintem innentől kezdve. Ezt már mondtad kétszer. Mármint most tényleg átmegyünk egy másik térségbe. Akkor most már na. Már volt egy drógör, szóval ez már bizony, hogy nincs csapda, jó. Igen. Igen. Aha. És akkor ez mi ez? Ez egy nagy rakás, semmi. Most már sokkal több az életem. Tényleg drógör. Scourgy. Azt hittem a companionre, hogy drógör. Ez azért jó, ez a companion, mert
a shield bash-sel lehet staggerölni. Ja, ja, ja. Nem olyan rossz ez. Lefoglalja ez az ellenfelet. Csak kell fejlődnie, mert azt tudod, hogy igen. A companionnek is izé, szintet kell lépni. Lehet fejleszteni, azért. Igen, tudom. Ez egy mod. Fejeles. Atis. Atis! You watch it. Oké, okay, fantasztikus. Loptam lelket, nem tudom már miért. Common. Common. Rájöttem közbe, common. Na persze. Valaki rálépett valamire, nem baj. Elfogyott a szíjam. És szerintem ilyennel fogok nyomulni, mert most felszedtem egy csomó soldier-met. Hol van? Haha, nem sikerült. Az előbb volt egy piros pötty, ez hova tűnt? Nem tudom. De mindegy, mentek, az a biztos. Erre kell jönni biztos, mert volt egy csomó hely. Hát, ez tűnik jónak. Jaj, hát erre emlékszem, itt nagyon sokan lesznek. Igen? Igen. Hogy emlékszem, csináltuk? Biztos csináltuk. Hát, mivel Dragon Priest hely, ezért való, biztos, hát hogy csináltuk. Atisnak annyi. Nem baj, ennek is. Van nekünk ilyen healing hands? Nem tudom. Nem emlékszem. Kell, hogy legyen. Aha, ott már ébredeznek. A droger majdnem van, csak a nyillal. Empty. Hát az egyetlen urna, amit megnézek, az is üres. Ez eddig a harmadik. Nincsenek is annyira sokan. Ó, nyugi van, majd mindjárt. Itt van mögötted ja, a negyedik. Azt hittem, hogy ez Companion, várjál. Aha, és a Companion baszoktat hátulról az izével. Kardjával. Nem vettem észre, hogy fogy az erőm. Na, ott van. Oké. Okay. Látod, föl kell hili... Meghalt Atis. Atis... Ne idegesíts! Esküszöm, meghalt. Megölte a droger. Ó, te vadbarom! Istenem! Mennyi pénzed volt? Na, semmi. Aj, hát ez nem tartott sokáig. Annyira. Erre mi van? Viszont akkor a Dragon Priest-tel egyedül kell megküzdeni, ez annyira nem hát jó. Hát figyelj, letöszelte is egy Dragon Priest-et, az conjurol egy Stormatronakot, az már három. Az egy ellen. Jó. Kivéve, hogy a fő Dragon Priest is fog conjurolni. Igen. Tehát három a kettőben leszünk. Hát ez izgalmas lesz. Sem tudom, hogy ebben a részben sikerülni fog-e. Nem tudni. Meglátni. Majd meglátni. Igen. Hát mindegy, Atis, de nem tartott sokáig. Majdjunk vissza majd a Companions férdiszállásra. Nincs még egy esetleg, aki jönne velem jelentkező? Hát mire elővette az axot, már izé, már döglött volt. Á, ezt véletlenül elraktam valószínűleg. Te hogyan jöttél meg én? Rohadjál meg. Ezt lószart nem sebez gyakorlatilag. Ja. Ezért gyakorlok egy kis resztót. Oh, come on! Istenként, na végre. Goldingot! Hát azt el kell rakni. Jó, 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 nyugi, nyugi. Mert abból lehet ékszert kovácsolni. Nyugodj és azt meg enchantolni. Jó, Nandi, nyugi, jó, nyugi. És azt meg utána eladni, és akkor az, azzal fejlődik a smithing, az enchanting, a speech. Jó, Nandi, nyugi. És akkor jó. Érted? Tehát nagyon fontos, hogy elrakjad a goldingot ott, és ráadásul egy az 50-hez az érték aránya. És nem nyugszik le. És érted? Szóval nem igaz, hogy nem rakod el. Miért kell ezt mindig elmagyarázni? Hát nem igaz, tiszta hülye vagy. Hányszor mondjam még el, hogy rakd el a goldingot ott? Hallod? Na. Jó, eleinte vicces volt, de most már. Oh my life. Ajajaj. Szerintem azonnal vedd elő a... Ez is jó. És tegyél le. Na, ez most így nagyon szar. Tegyél le valakit. Igen. És flash-elj is. Igen, azt akarom. Na most értek. Most már mindenki ott van. Nem! Mész! Sehová, de megy. De megy, de megy. Hallod, ennyi volt? Ja, azt hiszem, ennyi volt a Dragon Priest. Le is vették a francba. Dragon Priest-nek a szkörzse. Azt nehogy összekeverjük. Ah, Istenem, megy már innen. Mindenki útba van. Nem tudsz húszrod állni, én jobb vagyok. Na megvagy. Oké. Okay. Nice. Egyel kevesebb probléma. Hol a második számú probléma? Még cvájstük probléma van. Az ott jól le van nyilazva. Oha, na innen egy fuszrodát. Ez az, ez kell nekem. Hát ezt elbasztad. Pedig ki le... Ja, most már én is emlékszem erre a helyre. Ugye itt sokan vannak. Igen.
Nem baj, szépen egyesével leküzdjük őket. Igen, csak meg fognak cseszni hátul. Nem. Ha ide beállsz így egyedül. Így tessék. Az így jó. Húzzál, köszönöm. Ká. Ti ott csak úgy elmagytok? Az egyik, már nagyon kevés élete van mindegyiknek. Und... LOL! Az anya! A kis scout, nézd meg. Ajaj, és letett egy frost izét. Ezt akkor nagyon gyorsan le kell szedni. Nem látok semmit. Hallod, megy hátba a másik. Láttad? Ja. Lemerült a fegyó. Nem baj, ezt már leküzdöm. Jó, oké, akkor az atronak is eltűnt ettől. Ami nagyon jó. Nagyon, ott van a másik. Mentsél. Ja. Oké. Okay. És ebben a részben még nem keresett be a játék. Ez hogy hát lehet? Ezt kár volt mondani, mert akkor most van. Szintén ez az első rész, amiben nem keresett még be a játék. Messze van még a vége. Mert hát annyira nem. Hát még 5 perc. Aha, jó. Baj. Recharge, maybe? Maybe, possibly. Szerintem a Dragon Priestnek is Grand Soul-ja van, de azt nem tudjuk belerakni a Black Star-ba. Az sima Grand Soul gentleman. Hát akkor amikor kijövünk, akkor rakunk bele még egyet. Még. Vigyázz, csapda! A lépcső. Igen, ezt megtanultuk az előző sorozatból. Én is tudok. Lehet, hogy pofán kapta pont, és nem. Sliders! Oh, ez jó volt. Te nekem nem vagy ellenfelem, illetve de már nem sokára. Neked itt nincsen hatalmad. Szürke Gandalf. Ja, várj, ez egy másik sorozat. Oké. Okay. Nem azt. Hát ezt elkúreltad, nem azt baj. Dobd el. Mert az volt vagy 20-as súlyú. De az csak nyilak voltak. Nem, így volt. Igen? Azt hiszem. Nem, azok csak nyilak voltak. Igen, lehet. Igen. Jó, oké. Okay. Buta. Buta vagy, Nandi. I'm sorry. Na most ugye, pók. Igen, pók. Nem is mondtam ki, de már itt van. One shot. And... Two one shot. Shot. Three one shot. Itt mindjárt 41-esek vagyunk. Előző az nagyon durva, mert az előző részben léptünk szintet. Ja. Tehát ez a... LOL. Az előző sorozatot szerintem... 30 akárhogy a színnél fejeztük be, tehát ott első értünk. Dehogy is! 40-ig. Á, lószart. Na most... Simán elmentünk 40-ig. Nem mentünk el 40-ig szerintem. Úgy emlékszem. Nem tudom. Tényleg. Ennyi. El kellett, hogy menjünk. Nem hiszem, hogy elmentünk. Tudja a fene jó, maradjunk ennyiben, nem tudja. Senki sem. Jaj, erre is emlékszem ám, itt lesz két nagy. Egy nagy, két nagy, igen. Hát ezek nem annyira nagy, mindegy. Viszont kell... ez. És megvan a szint, ja. Hát ez nagyon jó. Akkor ezt lehet, hogy megtartom Dragon Priest fightra, hogyha nagyon szar menne a ventilátor. Az jó ötlet. Így. De akkor perket nem tudunk addig rakni. Ja. Hát ez van. És azt is ki kell találni, hogy melyik perkre rakjunk. Azt már akkor kitaláljuk. Mondjuk még a One Handed meg az Archery már kész, ugye? Yeah. Vagy nem? Akkor lehetne sneakre. Hát azt nem használom annyiszor. Vagy... mik vannak még? Várjál. Alterből még nem lehet a következőt, azt tudom, mert most lett a 60-as. Most ezt egy kicsit rásolok amúgy. Csapda van rajta. Látom. Hú, ez aztán a lock. Ká? Moonstone Shield. Az kell, igen, az jó volt. Szerintem... lassan itt van a boss fight. Hát nem tudom, szerinted kibírjuk? Mit? Ebben a részben már 29 percnél vagyunk. Hát, majd meglátjuk. Most közel van a nyíl. Ja. Ha ez oda visz a boss fighthoz, akkor még megcsináljuk. Ha külön helyiségbe visz, akkor... akkor befejezzük. Oké, okay, ez itt könnyen megy. Te vagy az a csó? Igen, és nyilazol, és sima vagy. Kivertem a fogát egy kicsit. És megint elraktam a nyilat, nem baj. Se gáz. Még lesz egy...
Death Lord vagy ki. Ja. Erre kéne valami segítség. Erre valami, mondjuk te. Death Overlord, az a legerősebb. Az anyja úristen. És ráadásul Frost Breath-el. Uuuuh. Ez meg fog ölni. Level up. Level up, na. Hát nem tudom, na mindegy. Mire kell? Health. Remondanám. Stamina, vagy health. Én health-et mondanám. Jó, health. És akkor... Tényleg az enchanting, hogy is állunk? Megvan az 5x5, ugye? 4x5. 4... Ja, mert még 80-as kell hozzá. Heavy armort mondanék. Tényleg, az is kell. Ez kell. Jó, legyen ez. Heavy armor. Igen, ez erre aha, na mi van? Te nem léptél szintet, kecseg. De ha engedj menni, könnyörgöm. Frost breath van rajtad, az sok idő, amíg elmúlik. Be van nyomva a caps lock is. Ja, egyébként. Akkor azért. Hát ennek sem értelme nem volt. Nem baj, kicsit staggerölöm a menj be a izé mögé. Dragon Priest mögé, úgy. És akkor ők most elmentek, mert ez lépés előny. Jézusom, te de itt vagy? Mindig rád jön, hát beszarok. Nem baj, ez jó. Eddig. Hát ja, eddig nem olyan rossz. Csak nehogy critical hiteljen. Vagy stamina hiteljen, ja. Tudod, ez az erős ütés. Hát, de nagyon nagy segítség amúgy... Most fogsz meghalni! Ah, Isten, game! Jaj. Nem baj. Nézd már, hogy kaptuk el az izét. Mi van? Mim van egyáltalán? Extrém, az van. Először... Ah, ez nem igaz. Először mindig a kisebbeket kell meginni. Mert ugyanakkor a súlyú... Meg a nagy. Öllek! Köszönöm. Ez könnyen ment, nehezebbre számítottam, főleg így komper... Ebony? Golden Ruby Circlet, azt rakjad el. Circletet elrakom, Ebonyt nem. Szóval nehezebbre számítottam így egyedül, főleg. Joink. Ops. Tudtam, azt gázaz! Annyira éreztem. Jó. És akkor szerintem... Na nézzük. Peak, akkor ez a, izé, ez a vége lesz. Hát, nem tudom. Tuti, hogy ez a vége. Oké, okay, csak 32 perc. Jó, se baj, megcsináljuk még gyorsan. Persze. Hát most már nehogy már pont a utolsó hát 5 mint, perc. Hát mint a barátok közt a legizgalmasabb résznél van vége. Ez tudod. Hülyeség, ne csináljuk már. Látod, itt van. És shout is van. Akkor először azt. De fel fog kelni, ezt akkor jól pofán. Nem, az Auszán kell fel, miután igen. Ott van né. Akkor adok egy testvért, tessék, ti játszatok egymással, illetve kérek egy ilyet is. Ezt nem tudom, hogy fog menni. Na most tele van izé, de most nem tudjuk, hogy melyik kié. Ő az, rajta van a nyíl. Igen. Ez Volszunk, nem tudom annak milyen a maszkja. Vigyázz, én ezt inkább a helyedben izével csinálnám. Igen, ezzel. Nyillel. De az előző sorozatban is ezt csinálta. Lement a francba, akkor igen. Is csináltuk ezt. Ú, ez Icy Spear. Ez még csak nem is Ice Spike. Ajjaj. Ebből kettő fog megölni teljesen, igen, így ahogy mondom. Akkor mi a jó taktika itt? Hát... Az, hogy... Megöli őt a... Hát de... A Midragon Priestünk, vagy legalább harcoljon vele és figyeljen rá. Csak eltalálnám, az úgy fantasztikus lent. Úgy ez itt jó! Hallod? Nem tud fellőni, de most már fel tud, elment. Há, igen. Nem látom, hogy mennyit sebzel bele. Én se. Ott a másik. Mi? Dragon Priest, az enyém. Ja, a tiéd az ott elment. Anyár? Igen. Ez meg volt? Nem tudom. Hála, nem is sebzek bele semmit. Mi a szar? Lehet, hogy a Ward véd az ellen is, de azt nem hiszem. Az ellen nem véd? Hát nem kéne, hogy védjen. Júj. Ja, a Ward kivédi a nyilat. Hát leszarok. Most összetörtem a igen, mert most critical strike. Nem tudom, az a biztos, hogy én... Igen, most ez jó volt ez a mentés. Hát előbb-utóbb meg lesz az. Olyat is lehet ám, hogy nem Dragon Priestet conjurolunk, hanem Draugrt, és akkor az oda menne a pofájába. Ja. De azt egy ütéssel szétcseszi a francba. Hát nem, mert ő varázsol. A Dragon Priest az már de akkor is használ. Kettő Icy Spike és lent van a francba. Hát a Draugr az pont rezisztens. A jégre. Ez egy jó most lesz. Most egész jó, igen. És amúgy Mizu, beszélgessünk addig. Milyen volt 5000 évig feküdni egy sírban.
Hát baszki, nem igaz. Hát legalább valami challenge legyen. Challenge. És most kész. Hát ez jó. És ez... a lelkét is elkaptam. Grand Soul, király. Ja. És akkor kell a 250 gold, és bosszunk. Ez is szar. Ez nem jó sajnos, de kell a gyűjteménybe. Igen. Jó. Hát ez meglepően könnyű volt. Boss chestet nem elfelejteni. Van boss chest? Kell, hogy legyen. Mindig van. Ne mondd már, hogy nincs. Ne csináld már. Hát boss chest az nincs. De akkor... miért nincs? Hát ez az. Na mindegy, a shout megvan, ugye? Igen. És ez mi? Hát ez, ez a... nem semmi. Tudom. Na mindegy. Viszont mára köszönjük szépen a figyelmet. Ez egy kicsit hosszabb lett, mint máskor. Igen. Viszont, ja, ennyit tudok hozzáfűzni. Legközelebb szerintem még ezzel folytatjuk, tehát most lehet, hogy meg kell csinálni az egész Dragon Priest-et. Á, egybe az unalmas, hogyha egybe... Á, nem baj, még azért egyet-kettőt megcsinálunk, nem? Tehát az még belefér. Mert ezek legalább jó dungeonök, tehát ezek ilyen izgalmas részek, amikor dungeonben megyünk és Dragon Priest-elünk és izé, az jó. Na mindegy, ez epikül néz ki. Szóval mára köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!